Sziasztok! Most csak egy nagyon gyors videót akarok csinálni nektek. Az oltások kötelezővé tételével kapcsolatban. Azt hiszem elég világos mindenki számára, hogyha egy meglehetősen gyenge járvány esetén valaki törvényileg kötelez bárkit oltásra, tehát kötelező oltás beadására, az nyilvánvalóan transhumanista. Ugyanis bevallottan, tehát a hivatalos álláspont az, hogy ez a vírus a legtöbb emberben teljesen tünetmentesen jelenik meg, még hogyha jelen is van. Tehát beláthatjuk, hogy egy elképesztően gyenge vírusról van szó. Ha ennek dacára egy adott állam, vagy kormány, vagy bármilyen hatalmi szerv törvényben kötelezi mégis ennek a vírusnak az oltásának a beadatását, az egyértelműen transzhumanista, tehát nincs is kérdés. Szeretnék most idézni a nanovakcinálás evolúció és áttekintés című cikkből, ami a Journal of Critical Reviews egyik cikke volt. Itt a nanovakcinák az immunterápia területén részre mennék rá, és idézek. Járványok, tumorok, illetve autoimmun betegségek esetén az immuntolerancia elősegítéséhez hatásfokozó anyagnak a nanoméretű rendszerek alkalmazása a legmegfelelőbb választás. Tehát megismétlem. Járványok, tumorok, illetve autoimmun betegségek esetén az immuntolerancia elősegítéséhez hatásfokozó anyagnak a nanoméretű rendszerek alkalmazása a legmegfelelőbb választás. Tehát járványok esetén a vakcinákban nanorobotokat, nanorészecskéket alkalmaznak. Tehát, hogyha valaki esetleg ezt összeesküvés elméletnek tartja, itt van nyíltan bevallva. És ez csak egy cikk tömegével találtuk ilyet. Tehát, ha valaki jogilag kötelezővé teszi az oltást egy olyan vírus esetében, amely nagyjából 80-90%-ban teljesen tünetmentes, még hogyha jelen is van a szervezetben, az elég egyértelmű, hogy nem a semmilyen nyáimmunitást nem akar létrehozni, hanem bele akar avatkozni teljesen egészséges emberek szervezetébe. Idegen nanorobotokat, nanoanyagokat, nanorészecskéket akar bejuttatni a szervezetetekbe. Vajon miért? Előző videómban már elmondtam, hogy a transhumán átalakulás része, hogy fokozatosan juttatják be az idegen, robotikus, nanorobotikus anyagokat a testetekbe. Ezt például a vakcinákon keresztül a legegyszerűbb megoldani. Nem beszélve a DNS és mRNS vakcinákról, amelyekkel idegen DNS-t juttatnak be a szervezetetekbe. Erről is beszéltem az előző videóban. Jó? Tehát, ha valakinek esetleg nem világos, bármelyik ország, bármelyik állam, bármelyik vezető, aki törvényben kötelezi állampolgárait, hogy adassák be az oltást, az egyértelműen transhumanista. Köszönöm a figyelmet!